tanórán ülök, és rendesen szédülök. Minden egyes másodpercben szétfeszülök. Ez itt egy alany, ez itt egy állítvány. Én meg azt állítom, hogy hazamehetnénk már. Tankönyv elő, 45-ös oldal. A mai óra anyaga, szóellem és szófaj. Olyan szinten untat ez a szöveg fonetika, hogy eskü érdekesebb már a matematika. A következő héten egy újabb doga, a nyelvújítás lesz a tematika. De újítok egy nyelvet, nekem nem probléma. Az évvégi kettes mehet a portfóliómba. Ó magyar Mária, síralom a lecke, de sírba fakadok én minden egyes percbe. Tanárnő, önnek egy üzenete érkezett, mondjuk kicsi durva a szöveg környezet. Szépen mondva, azt tartalmazza, hagyjuk már abba és menjünk a faszba. Ebben háromban is elmagyarázom, ő unja a témát, nekem meg ki van a károm. Óhajtó mondatot is mondok, ha kell, bár csak végeznénk és mehetnénk el. Talán ez elég lesz a jobb jegyhez, és fél évkor meg lesz a kettes. Ajjajjaj, ez a nyelvtanóra nem lesz a szívem középpontja. Tanárnő, kérem, értse meg, semmi kedvem az egészhez. Ajjajjaj, ez a nyelvtanóra nem lesz a szívem középpontja. Tanárnő, kérem, értse meg, semmi kedvem az egészhez. Elég lesz Kristóf, most már befejezni, abba hagyni az egészet, osztályt nem hergelni. Értem én, oké, de nem erről van szó. Hibátlanul működik a tömegkommunikáció. Megvan a csatorna jel, meg az adó, senkit nem érdekel ez a konklúzió. Úgy gondolom, ez egy ötöst érdemel, pedig nem könyvből tanultam el. Ajjajjaj, ez a nyelvtanóra nem lesz a szívem középpontja. Tanárnő, kérem, értse meg, semmi kedvem az egészhez. Ajjajjaj, ez a nyelvtanóra nem lesz a szívem középpontja. Tanárnő, kérem, értse meg, semmi kedvem az egészhez.